Nagy Cseráron a vendégünk, jó reggelt kívánok! Tartalomfejlesztésért felelős vezetője. Hát egy a Nemzeti Örökség Intézetének egyfelől, másrészt itt most egy furcsa helyzetben gyakorlatilag egy temetőnek is. Egy temetőnek a tartalma az, hát, hogy mondjam, viszonylag jól leírható, de itt most egy egészen másik, egy látogatóközpont is, annak a tartalma az, ami felé haladunk ebben a beszélgetésben. A Rákoskeresztúri temető mitől különleges, mitől érdemes és kell ott egy látogatóközpontot létrehozni? Egyrészt a Rákoskeresztúri új köztemető a közeli Kisfogházzal együtt, ahol a kivégzések történtek, a nemzeti emlékhelyet alkot. Ezért a Nemzeti Örökség Intézetének a feladata az, hogy a szélesebb közönség számára is megismertesse ezt a nemzeti emlékhelyet. Itt a 298-as, a 301-es, ugye, ami a legismertebb parcella, és a 300-as parcella alkotja ezt a gyászparkot, és ezzel együtt a Kisfogház pedig a nemzeti emlékhelyet. Ez azért különleges helyszín, mert ezen a helyen a 20. századi magyar történelemnek a tulajdonképpen a legfontosabb eseményeinek is egyfajta mementója, hiszen itt háborús bűnösök, köztörvényes bűnelkövetők, ártatlanul meghurcolt, kivégzett vagy koncepciós perekben elítélt és kivégzett emberek nyugosznak, illetve olyanok is, akik a büntetés végrehajtás közben vesztették életüket a közeli börtönben. És hát ugye a leghíresebb parcellája ennek a 301-es, amelyik 56 kapcsán vált legendává, hiszen a Nagy Imréket is itt temették el, illetve legelőször Nagy Imréket a Kisfogház udvarán temették el, majd titokban álnéven földelték el a 301-es parcellába évekkel később. Egy látogatóközpontnak dolga ebben az esetben a temetőben nyugvók közt, hogy mondjam, válogatni annak tükrében, hogy kihez mi fűződik. Ugye mondta, hogy itt a háborús bűnösöktől a köztörvényes bűnözőkig, az ártatlanoktól a valódi bűnösökig nagyon sok mindenki nyugszik. Egy látogatóközpont mindent bemutat? A látogatóközpont tartalomfejlesztése során elsődleges szempont volt az, hogy nem szabad elhallgatni azt, hogy ennek a temetőnek köze van a nemzet szégyenéhez is, nem csak a dicsőséghez. Tehát készül egy olyan adatbázis, amelyik még nem teljes körülön készült el, és 56-60. Évfordulójára egyelőre körülbelül 200 olyan életrajz elérhető a helyszínen. Ezek azok az emberek, akiket 56 utáni megtorlás során végezték ki, vesztették életüket, de a hosszú távú cél az az, hogy itt összesen ebben a két parcellában, mert ugye a 300-as parcellát azt csak 89-ben nyitották meg, és ez egy kvázi díszparcella, tehát ott mindenkiről tudjuk, hogy tehát itt összesen kb. 80 eltemetett van, ugye a Hősök terén eltemetettek közül Nagy Imre maradt a helyén a 301-esbe, de a mártír társai átkerültek a 300-as parcellába. A 298-as és a 301-es parcellában összesen kb. 2250 sírhely van. Ide temették annak idején a közsegélyeseket is, tehát azokat, akiknek a családjuknak nem volt pénze az eltemetésre. Azokról, őrőlük valószínűleg nem sok információt tudunk majd fellelni, de az intézetünk, a Nemzeti Örökség Intézete kutatásokat végeztet, levéltári kutatásokat, és az a célunk, hogy minél több emberről tudjunk a látogatóközpontban információt nyújtani, és itt ilyen szempontból pedig a kérdésére visszatérve nem válogatunk abban, hogy ki hogyan került oda, tehát ugyanúgy bemutatjuk a köztörvényes bűnelkövetőt, és ugyanúgy bemutatjuk az 56-os hőst. Itt a nehézségére ennek a dolognak szeretnék utalni, hogy ugye a köztörvényes bűncselekmény elkövetése az nem minden esetben a valóságot takarja, hiszen az 56-os megtorlás során is úgy konstruálták meg a
a politikai indítatású ügyeket, hogy az elkövetők köztörvényes bűn elkövetőknek tűnjenek, és ez a mondjuk az 50-es évek elejé perekben, meg aztán még inkább így történt, és sokszor a levéltári források, amelyekben tanúkihallgatási jegyzőkönyvek szerepelnek, azokból nem feltétlenül a valóságot lehet feltárni, hiszen nem a valóság hát feltárása látszik, volt. Hogy valami nem kerek, igen. Így utólag ennyi idővel később. A látogatóközpontot az ember a bejáratnál találja logikusan. Onnan egyenes út vezet ezekhez a parcellákhoz? Tehát nem csak a központ épült meg, hanem az egész egyfajta egységet képez? Ugye, aki még nem járt az új köztemetőben, illetve nem járt a kérdéses parcelláknál, annak mondom, hogy ez a bejárattól 3 kilométerre van. Nagyon messze. Maga a látogatóközpont Hát maga ez a három, tehát itt a látogatóközpont a 297-es parcellára épült, tehát ez egy négy szöget zár be. Igen, tehát ez a Jovánovics féle emlékműre néz rá, ami ugye a 300-as parcellá, az az egész tájmű odaépült a 300-as parcellára, vele szemközti parcella, a 297-es parcella, ide épült a látogatóközpont, ez egy nagyon visszafogott, minimalista stílusú épület, zöld fallal, és az intézetünk ugye 10-től 4-ig van nyitva a látogatóközpont, de az, van két interaktív felület az épület falában, amit akkor is nézni lehet, amikor a látogatóközpont zárva van, de a temető még nyitva van, mert például nyáron este 8-ig nyitva van a temető, tehát még van 4 óra a zárásig a látogatóközpont zárása és a temető zárása között. Abban nem mondjuk lehet valamivel, hogy miért nézni. Nem van nyitva a látogatóközpont, amelyik a temető, mert ezt nem öntöntötte el. Buszjáratot indítunk, belső buszjárat fél óránként megy oda a látogatóközponthoz, hiszen egy idősebb beteg embernek azt a 25-30 percet lesétálni, oda-vissza egy órát, azért az nem kis feladat. Köszönöm, hogy eljött és beszélt erről. Köszönöm szépen.